Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy mindenki jól hall engem. Nagy örömömre szolgál, hogy együtt lehetünk, van akikkel személyesen, van akikkel az interneten keresztül élőben, illetve majd felvételről is, ha minden igaz. Köszöntjük a PPH képességfejlesztő bemutató coachingján. Megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját némítsa el, vagy lője le, vagy valamit csináljon, otthon is természetesen. Arra is megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen, illetve lehetőség van arra, hogy magát az előadást PowerPoint-ban kövesse otthon, nyilván abban a tempóban, ahogy én is csinálom magát az előadást, úgy tudja a PowerPoint-ban követni, hogy ha beírja a böngészőjébe, oda fölülre ugye a fehér sáv, csíkba, a böngészőjébe beírja, hogy PPH, tehát peterpeterhugo.hu per bemutat. Jó, és ott van ez a bemutató, amit most fogok tartani. Ott van PowerPoint-ban, nyilván hang nincs hozzá, a hang az innen fog menni élőben. Szeretnék bemutatkozni, én Szedlacsik Miklós vagyok, én leszek a mai este előadója. A ma este az kb. 3-4-8-ig fog tartani. Üdvözöllek! Próbálom ezt az időt betartani, illetve esetleg 3-4 után egy pár perccel. Kezdjük akkor a mai estét. A PPH azt jelenti, hogy Problem Prevention Nemzetközi Coaching Képességfejlesztés Vezető Képző Holding. A PPH weboldalunkon tud üzenetet küldeni, tehát ott, ahol fölcsatlakozott most az előadásra, és úgy láttam, hogy szép számmal vagyunk fönn interneten keresztül. Tehát ott, ahol fölcsatlakozott, ott a kép fölött van, hogy itt küldj üzenetet az előadójának, oda rákattint, és akkor bemegy ilyen üzenetküldő részbe, ott tud üzenetet küldeni, megkérem, hogy a tárgyba küldje az üzenetet, tehát ne a nagy oldalra, de maga az előadás közben nem tudok válaszolni most a kérdésekre, hanem majd az előadás végeztével, ezzel jelenlévőket is megkérem, hogyha kérdésük van, azt írják föl, és majd a végén megbeszéljük a kérdéseket. Hosszú távra keresünk, hosszú távú együttműködésre keresünk partnereket. Jó, tehát akkor remélem sikerült fölmenni a pph.hu per bemutat lapra, oldalra, és ott tudja követni, ott van egy olyan, hogy egy ikon, és arra rákattintva tudja megnyitni magát az előadást. Jó, tehát most tartunk az első oldalon, és lépek is a másodikra. Az ön számára az alábbiak közül melyik lenne a legfontosabb? Jövedelem kiegészítés? Vagy esetleg anyagi függetlenség? Vagy egy örökölhető üzletre lenne szüksége? Vagy esetleg több szabadidőt szeretne, esetleg kevés a szabadidő, és jó lenne több? Vagy egyéni kibontakozást szeretne? Esetleg szabad életet szeretne? Gyors karrierhez mit szólna? Új kapcsolatok jól jönnének az életben? Passzív jövedelem, tehát olyan jövedelem, amiért nem kell dolgozni, amiért ugye az elején dolgozik, és később csak jön a pénz. Gondoskodás az utódokról, hogy tudjon gondoskodni az utódokról, az olyan mennyire lenne fontos az életében. Tehát ezek közül melyik lenne a két legfontosabb? Tehát a két legfontosabb. Tehát még gondolkodik rajta, hogy ezek közül
melyik lenne a két legfontosabb, addig magamról szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Én Budapesten élek családommal, feleségemmel 29 éve vagyunk házasok, és elmondhatom, hogy boldog családi életünk van. Van két fiunk, akik már elérték a felnőtt kort, a kisebbik az éppen most érettségizett, illetve még érettségizik, még nem fejezte be, még holnap lesznek az utolsó vizsgái. A nagyobbik pedig még nem repült ki a családi fészekből, egyébként 1987 óta foglalkozom emberekkel, 1993 óta dolgozom csapatban, és 1993-ban hoztam létre az első cégemet, 87-től 93-ig vállalkozóként is dolgoztam a főállásom mellett. Majd 93-tól elég sok minden történt, és 14 cég alapításban vettem részt tulajdonosként. Azóta többször lettünk piacvezető, konkrétan most már negyedszer vagyunk különböző területen piacvezetők, tehát már a negyedik piacvezetői pozíciót értük el. Több tízezer embert sikerült vezetnem azóta, 93 óta tanítanom sikerült embereket. Több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget, úgyhogy elég sokat tapasztaltam, elég mozgalmas volt az életem, de egyben lényegesen különböztem a hozzám hasonlóktól abban, hogy én úgy értem el az eredményeimet, hogy nem voltam se pártag, se kisztag, nem voltam semmilyen cégnek a vezetője előtte, apám sem volt, tehát gyakorlatilag sima átlag emberből értem el minden eredményt, ami manapság elég ritka. Tehát a legtöbb ember, aki ma is sikeres, az már az előző rendszerben is már valamilyen komoly pozíciót töltött be, vagy éppen az édesapja, vagy a szülei. Tehát én nem voltam ilyen hosszú nyelvű, vagy gumigerincű, mint a legtöbb hasonló ember, és amit elértem, azt minden tisztességesen, és nem mások hátán értem el. Na, remélem sikerült kiválasztani ezek közül azt a kettőt, ami a legfontosabb lenne az ön számára. Van egy jó hírem ezzel kapcsolatban, ezeket velünk akár mind meg tudja kapni. Önök ma egy olyan ajánlatot kapnak, amely révén eldönthetik, hogy segítségünkkel rövid időn belül kiszállnak a mókuskerékből, vagy örökre bennmaradnak. Milyen mókuskerékről beszélek? Nem tudom, bizonyára megtapasztalta, hogy az, aki kényszervállalkozóként dolgozik, vagy alkalmazottként dolgozik, az nem oda megy, ahova akar, nem akkor, amikor akar, nem azzal, akivel akar, és nem marad addig ott, ahova megy esetleg, ameddig akar. Azért nem, mert beszállt egy mókuskerékbe, amit úgy hívnak, hogy munka, és ha a munkát nem végzi, nem tekeri ezt a mókuskereket, akkor ez a mókuskerék leáll, és nem jön ki belőle jövedelem. És a legtöbb embernek egész élete során, tehát várhatóan, egész élete során kell tekerni majd ezt a mókuskereket. Nem tudom, tudja-e, hogy az alkotmányból kiszedték, az új alkotmányban már nincs benne, a nyugdíjhoz való jog. Nem tudom, tudja-e, hogy az új alkotmányban már nincs benne az egészségügyi ellátáshoz a jog. Már nincs benne. Ennek ön utána tud nézni, tehát kivették. Magyarul, ha holnaptól az állam nem fizethet, nem fizet mondjuk egy vas nyugdíjat se, akkor senki nem fordulhat semmilyen jogorvoslathoz. Ha az állam jövő, mondjuk holnaptól nem fizetne egy vas egészségügyi ellátást sem, akkor ő nem fordulhatna senkihez jogorvoslatért. Nem tudom, tudja-e. És mondhatja azt, de hát akkor mire fizeti a nyugdíjjárulékot?
meg mire fizeti az egészségügyi hozzájárulást. Jó, ezt szeretném hozzáfűzni, hogy ezek már nem járulékok, hanem adók. Tehát adó címén szedi be az állam, és az adóból semmilyen visszajuttatásra nincs joga az állampolgárnak. Oké? Tehát egy olyan országban élünk, hogyha ő nem teremt meg egy olyan jövedelem forrást, ahol akkor is jön a jövedelem megfelelő mértékben, hogyha ön oda ment, ahova akart, akkor, amikor akar, azzal, akivel akart, és addig marad, ameddig akar, akkor, tehát hogyha egy ilyen jövedelem forrást megtehet, akkor ezt megteheti. Tehát mi abban segítünk az embereknek, hogy szabad, boldog életet legyenek képesek élni. Tehát aki komolyan együttműködnek velünk, szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és anyagiakban gazdag életet élhetnek. Tehát végre önök is kikerülhetnek, ha esetleg bent vannak a bankok adósság csapdájában, a bankok adósság csapdájából. Végre önöknek is olyan házuk lehet, amiben, vagy lakásuk, amiben igazán szeretnének lakni. Végre önök is olyan autóval járhatnak, amelyről eddig csak álmodoztak. Végre önök is olyan utazásokon vehetnek részt, mint amin igazán szeretnének. A Földön elég sok látnivaló van, nem tudom, mennyit látott belőle. Én nekem még van sok tervem, hogy a világ jó részét szeretném bejárni. A legtöbb ember, aki megismeri ajánlatunkat, egyébként lelkes lesz tőle, és csatlakozik. Mi PPH-sok 26 év tapasztalat alapján, és 4 területen piacvezető, 20 éves magyar szervezetként egy teljesen új szakma, illetve szakterület által segítünk az embereknek. Jó, tehát itt a képen, amit ön is lát otthon, ugye a 8. oldalon járunk, ez az irodaház, amiben vagyunk. Vannak a Földön élettörvények, az egyik élettörvény szerint csak az lehet tartósan boldog, aki sok emberen segít. Mi az, hogy élettörvény? Úgy is szokták mondani, hogy természeti törvény, amit nem az ember alkotott, hanem a természet. A természeti törvények, illetve élettörvények úgy működnek, hogy ha nem veszük figyelembe, akkor bajt okozhatunk magunknak vele. Nézzük a legismertebb természeti törvényt, az a gravitáció. Ha a gravitációt nem veszük figyelembe, az problémát okozhat számunkra. Ha figyelembe vesszük a gravitációt, akkor előnyünkre használhatjuk. Na, minden élettörvény így működik. Ha ismerjük az élettörvényt és használjuk, akkor előnyünkre tudjuk használni. Ha nem ismerjük, akkor kárunk lehet belőle a nem ismeretből. Az emberek problémáinak a nagy része abból keletkezik, hogy az egyén megsért valamilyen élettörvényt, és ezáltal saját magának problémát idéz elő. Jó, tehát ez egy élettörvény, hogy csak az lehet tartósan boldog, aki sok emberen segít. Tehát ezen a Földön ez így működik. Tehát aki embereknek kárt okoz, embereknek árt, az ne számítson arra, hogy hogy boldog lesz az életében. Tehát még egyszer mondom. Aki emberek ártalmára van, az ne számítson arra, hogy boldog tud lenni tartósan. Jó? Sőt, még ha eseti boldogsága keletkezik, ugye a legtöbb ember azt hiszi, hogy boldogság egyenlő szerelem, nagy butaság egyébként. Tehát ez nem igaz, mert ugye a szerelem elmúlik, utána meg általában a legtöbb ember esetén jó nagy csalódások vannak, és még azt is elátkozzák azokat az éveket, amikor még szerelmes volt abban az illetőben.
PPH küldetése egyébként ehhez igazodik, hogy csak az lehet tartósan boldog, aki sok emberen segít. Küldetésünk, na nézzük meg, mi a küldetésünk. Van egy igen nagy küldetésünk, a coachingjaink által kihozni az emberekből, a cégekből, a vállalkozásokból a legjobbat és a legtöbbet. A coaching az egy angol kifejezés, azt jelenti, hát szó szerinti fordításban, hogy edzés. Egyébként nagyon érdekes, mert a coach szóból ered, a coach szó pedig a coach községből ered. A coach község pedig az angolban úgy jelent meg, hogy kocsi. És ezt a szót használják coachként az angolok, akármilyen hihetetlen. Na most, tehát a coaching az micsoda? Tehát a coach az azt jelenti, hogy edző, a coaching az edzés, de ez a magyarban, ugye furcsa mód, azonosítjuk a sporttal. Tehát, hogy ne a sporttal legyen azonosítva, hanem ténylegesen fejezzük ki azt, amit jelent a coaching a mi értelmezésünkben. A mi értelmezésünkben magyarként azt jelenti, hogy emberből, valakiből kihozni a legjobbat vagy a legtöbbet. Tehát valakiből kihozni a legjobbat és a legtöbbet. A coach pedig azt jelenti, hogy emberjobbító. Jó? Tehát a coach az emberjobbító. A coaching pedig azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Illetve más értelmezésében a coaching annyit jelent csak, hogy kihozni valakiből a legtöbbet. Na most mi azért gondoljuk, hogy a legjobbat is ki kell valakiből hozni, mert képzeljük el, hogy egy rossz emberből kihozzuk a legtöbbet. Akkor még rossz ember, rosszabbat fog, még több rosszat fog csinálni. Tehát talán azt nem kellene. Először kihozzuk az emberekből a legjobbat, és utána a legtöbbet. A küldetésünkhöz tartozik természetesen az is, hogy szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és anyagiakban gazdag, boldog élet elérését nyújtó coach, emberjobbító szakma átadása minél több ember számára. Tehát a coach az egy államilag elismert szakma. Jó? Tehát jegyezzük meg, hogy államilag elismert szakma. Szeptembertől kezdik el 3,5 évben tanítani az ELTE-n a coach szakmát. Mi nem 3,5 évben tanítjuk, hanem 4,5 évben tanítjuk, de 4 különböző területű coach szakmát tanítunk, tehát az általános coach az minden területre tud megoldásokat nyújtani, és azon belül nekünk 4 területünk van, és 4 külön coach területet nyújtunk szakmailag. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudom, tudja, hogy maga a coach szakma az a 21. század, gyakorlatilag a 21. században igazán kialakult szakma. Tehát Magyarországra még csak most kezd a coach bejönni. A világon összesen van 47 ezer coach, és 280 millió coachra lenne szükség. Tehát van 47 ezer, és 280 millió coachra lenne szükség. Na nézzük meg, hogy mi mit is csinálunk még. Van egy másik üzletágunk, de hát ez csak egy ilyen kis üzletág, tehát nem ez a fő üzletágunk itt a harmadik, hogy rövid időn belül akár nagy pénzteremtő, szabad PPH coach szakma általi üzleti tevékenység. Jó, tehát aki esetleg a coach szakmával üzleti tevékenységet is szeretne fordítani, arra lehetőséget. Tehát mondhatjuk azt, hogy tevékenységet biztosítunk az ő számára. Oké? Na most, mit érdemes még ezzel kapcsolatban tudni?
kezi csokom, tessék helyet foglalni. Azt érdemes tudni ezzel kapcsolatban, hogy... Na mindegy, haladjunk tovább, majd mondom, ami... Tehát a harmadik üzletág, ami megint ugye nem a fő küldetésünk, hanem csak kiegészítés, a piac számos ajánlatok közül kiválasztott árértékben legjobb egészségterméket és pénzügyi szolgáltatások azért, mert kapcsolódik a mi területünkhöz. A coach szakma egy olyan szakma, ami önmagában a világon a következőkben teljesen egyedülálló. Ha valaki ezt a szakmát megtanulja, de utána nem végzi, tehát nem keres vele pénzt, akkor is az élete minden területét jobbá tudja tenni a coach szakmában elsajátított tudással. Ezt semmilyen más szakmával nem lehet megcsinálni. Tehát, na még egyszer, fussunk neki. Jó, tehát a coach szakma egy olyan szakma, hogyha valaki nem csinálja utána a szakmát, tehát hányan voltunk úgy, hogy kitanultunk valamilyen szakmát, és utána mégsem helyezkedtünk el abban a szakmában. Például az én szakmámban, amikor elvégeztem a szakmámat, az osztályunk kétharmada nem helyezkedett el abban a szakmában, amit kitanultunk. Kettőharmada. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a legtöbb ember kitanul egy szakmát, és nem abban helyezkedik el. A coach szakma olyan, hogyha valaki nem abban helyezkedik el, akkor is az élete minden területét, amit csak létezik területe, jobbá tudja tenni azzal a tudással, amit a coach szakmában tanult. Ez teljesen egyedülálló világviszonylatban. Tehát a coach szakmának ez a jellegzetessége, de majd meg fogják érteni, hogy miért. Segítünk az embereknek abban, hogy szeretetben gazdag életet élhessenek. Egészségesen élhessenek. Nem tudom, ezek fontosak, hogy valaki szeretetben éljen a környezetében lévő emberekkel. Ez fontos az életünkben? Az, hogy egészségesen éljük az életünket. Például beszél egy fiatallal, a fiatalok elmondják azt, hogy nem is biztos, hogy sokáig szeretnének élni, mert azt látják, hogy az idősek betegesek. Ennek megvan az oka, most erről nem beszélek, mert egy kicsit később fogok. De lenne egyszerű dolog, miért ne élhetne az ember, ez bebizonyított tény, hogy lehet, tartósan, egészségesen, hosszú életet. Ha az ember jól érzi egészséges, jól érzi magát a bőrében idős emberként, miért ne lehetne hosszú életet élni? Jó, hát nem lesz az ember olyan szép, mint fiatal korában, de hát ez kit érdekel? Ha jól érezzük magunkat idősként is majd a bőrünkben, miért ne lehetne? De ennek megvan az oka, hogy valaki miért beteg, erről fogok majd még beszélni. Tehát a harmadik dolog, amiben segítünk az embereknek, hogy több elismerésben részesüljenek az emberek. Nem tudom, fontos-e az elismerés az emberek számára. Egy felmérés szerint az öt létfontosság egyike. Úgyhogy csak annyira. Szabad életet élhessen valaki. Ebben is segítünk. Az, hogy tényleg szabadon éljünk, az vajon fontos-e? Tehát nem egy ilyen modernkori rabszolgaként. Azon kívül, hogy elég pénze legyen valakinek, vajon az fontos-e? De nem kell sok pénz. Elég pénzre van szükség, nem? Igazából mindenkinek elég pénzre van szüksége. Ez az öt dolog együtt a boldog élet. Ha ezt valaki tartósan, hosszú távon ezt az ötöt megkapja, akkor ténylegesen képes boldogan élni az életét. Ehhez átadjuk az emberek számára a coach tulajdonságokat. A coach szakma által. Tehát a coach szakma által
coach tulajdonságokhoz jutnak az emberek. Na nézzük meg, mi a coach tulajdonság. Képes tisztességet, becsületet, az etikát, az erkölcsöt hatékonyan használni, továbbá ezt átadni másoknak is. Sehol nem tanítják ezeket. Mondjuk a vallásokban a 10 parancsolatot maximum. Az etika, tisztesség, becsület, erkölcs pedig nem arról szól, nem a 10 parancsolatról. Hanem az körülbelül egy olyan 8 órás képzés. Úgy durván. Ahol az ember megtanulja azt, hogy mik azok az élettörvények, amit ha nem tart be, akkor annak milyen következményei lesznek ránézve és másokra nézve. Megtanulja azt, hogy milyen energiákat működtet a tisztességtelen cselekedet. Megtanulja azt, hogy a mulasztás is tisztességtelen cselekedet. Hogyha olyat tesz az ember, amit mondjuk nem szeretné, hogyha vele tennének. Stb. Ennek van 6 szabálya, de hogy működik ez az egész, hogy miért van az, hogyha például valaki nem tisztességes az életében, nem tartja be a tisztesség, becsület, etika és erkölcs szabályait, akkor miért lesz beteg, miért éri baleset, miért lesz családi problémája, és miért lesz anyagi problémája, erről fogalmuk nincs az embereknek. Azért nincs, mert eltitkolják előlük, mert ha eltitkolják, akkor megkapják ezt a 4 probléma közül legalább 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, és ha az embereknek problémáik vannak, akkor nincsenek jó állapotban. Tehát a probléma az rontja az emberek hangulatát. És ha az embernek romlik a hangulata, minél rosszabb valakinek a hangulata, annál könnyebben befolyásolható. Ez egy tény. Minden emberre igaz. Kivétel nélkül. Minél rosszabb valakinek a hangulata, annál jobban be lehet folyásolni arra, hogy mondjuk vásároljon erőn felül. Vagy nézze a tévét. Stb. Ami önmagában egy igen kemény manipulációs tényező. Tehát azok az emberek, akiket manipulálnak, azok nem saját magukért dolgoznak, hanem másoknak valósítják meg a céljaikat. És itt erről szól a történet. Hogy ő ne saját magának valósítsa meg a céljait, hanem valaki másnak. És az összes alkalmazott és kényszervállalkozó erről szól, hogy nem a saját céljaikat valósítják meg, hanem valaki másik. Ők dolgoznak más céljáért. És emiatt eltitkolják azt a tudást, ami által, ha az ember csak ezt az egy szabályt ismerni, és ezt az egy szabályt betartaná, a tisztesség, becsület, etika, erkölcs szabályát, már egész más életet tudná élni. Teljesen más életet. De nem csak ennyi van, tehát ebben van 6 élettörvény, illetve másik 4 altörvény ennek, tehát legalább 10 élettörvényt ismerünk meg abban a 6-8 órában. Na nézzük tovább. Ismeri, tehát ugye a coach ismeri a test, az elme, a tudat és a lélek harmonikus működésének feltételeit, illetve létrehozását. És ezt át is tudja adni másoknak. Tehát ez a 4 dolog, ennek harmóniában kell működnie. Ez a 4 dolog nem működik harmóniában, felbomlik az egyensúly, akkor az illetőnek mindenféle problémái lesznek. Többek között mondjuk mondok egy dolgot. Nem tudom, tudja-e,
hogy fogantatásától a mai napig, a mostani pillanatig az ön elméje másodpercenként 3 képet rögzít. Mondom, fogantatástól. Másodpercenként 3 képet. És az elménk úgy működik, hogyha rossz hangulatban vagyunk, és lát egy hasonló dolgot, amit negatív tapasztalatként megélt az ember, lát egy ahhoz hasonló körülményt, nem kell esemény, csak körülményt, például egy hasonló tárgyat, és az illető rossz hangulatban van, akkor egyszerűen az elme azt az utasítást adja ki, lekapcsolva az ember tudatát, hogy azt kell cselekedni a jelenben, amit a múltban cselekedett, amikor a negatív emlékképet tapasztalt. Minden ember így működik, kivétel nélkül. Ezt az állatvilágból hoztuk. Minden állat így működik, így védekezik, például a nyúl, mondjuk a kutyával szemben, megtanítja az anyja, megmutatja neki, hogy látnak magánál egy kicsit nagyobb állatot, akkor rohanni kell. És az ember is ugyanígy csinálja, amikor rossz állapotban van. Tehát, hogy mit tegyünk az ellen, hogy úgy működjünk, mint az állatok, szó szerint szokták is mondani az emberre, amikor rossz hangulatú és így bekattan, hogy olyan vagy, mint az állat. Nem? A magyar nyelv, az nagyon kifejező. Hogy mit tegyünk azzal, hogy ne kattanjunk be? Mit tegyünk azzal, hogy képesek legyünk tudatosak lenni? Hát ez megint csak egy legalább 6-8 órás képzés. Ez egy olyan dolog például a tudattal. Nem tudom, tudják-e, hogy a tudat az programozható. Ha nem programozható lenne, akkor nem tudnánk célokat megvalósítani. És nem tudom, tudja-e, hogy a tudatot azt vagy ön programozza, vagy valaki más. Hát az ön tudatát azt vagy ön programozza, vagy valaki más. Mindenki, aki kommunikál önnel, azok közül a nagy része, az szeretné programozni az ön tudatát. Érdekes mód. Például a média azt folyamatosan programozza az emberek tudatát. Folyamatosan. Hát, hogy mi csináljunk a tudatunkkal, van egyébként egy alapprogram, ami születésünknek fogva benne van, azt egyébként már a legtöbb embernél kitörölték, mert a legtöbb embertől megkérdezem, mi a küldetése az életben, fogalma nincs. Márpedig küldetésprogramra programozták születésünknél fogva a tudatunkat. Van egy küldetésprogramja az embernek. Csak amivel úgy programozható a tudatunk, mint mondjuk a számítógép, simán már a szüleink, a tanáraink annak idején, az iskola, meg a környezetünk, meg főleg a média, de simán átprogramozta a tudatunkat. De hogy a jövőben az ön hogy fogja megvalósítani a céljait, csak egy dologtól függ, hogy ráprogramoz-e arra, hogy a céljait meg tudja valósítani, vagy továbbra is mások programozzák az ön tudatát. Ez kérdés. Tehát az, hogy például hogyan működik a lélek, ugye, arról sem nagyon tudnak az emberek, azt se tudják, hogy hogyan vagyunk a lelkünkkel kapcsolatban, honnan kaphatunk esetleg intuíciókat, stb. Stb. A második részben, tehát ennek befejeztéve a képzés, befejeztével, tehát az első rész befejeztével, ugye az első rész az ingyenes, díjmentes, a második rész az már nem ingyenes, az már ilyen továbbképző jellegű. A második részben fogok arról beszélni, hogy tudja az ember elérni azt, hogy legyenek megérzései. Nem negatív, azt kit érdekel a negatív megérzés, pozitív megérzései. Jó, tehát
ez a négy dolog részletesen, ha ezt nem tudja az ember, tanulhat az életében bárhol, bármit. Rossz hangulatban úgy be fog kattanni, mint a húzat. Mindenki kivétel nélkül. Magyarul tanulhat bármit, vissza fog esni. Na nézzük a következőt. Ismeri, ugye egy coach, ismeri az emberi hangulatokhoz tartozó tulajdonságokat. És képes felismerni ezeket a tulajdonságokat, illetve megérteni, továbbá felismertetni és megértetni másokkal. Emberi hangulatokhoz tartozó tulajdonságok, vajon az mit jelent? A legrosszabb hangulat az a halál. Ennél egy kicsit jobb hangulat, mondjuk a bánat. Mikor bánatos az ember. Ki az, aki volt már bánatos? Kezeket. Köszönöm. Voltunk már esetleg, féltünk már életünkben? Ki az, aki félt már életében? Oké. Ki az, aki volt már haragos? Haragos? Oké. Ki az, aki volt már úgy nyíltan ellenséges? Tehát nem haragos, nyíltan ellenséges. Kezeket? Voltunk? Ki az, aki volt már ilyen unalom szinten? Az is van. Ki az, aki volt már ilyen érdeklődő? Kezeket? Oké. Ki az, aki volt már jókedvű? Jókedvű? Voltunk jókedvűek is? Nagyszerű. Ki az, aki volt már lelkes? Lelkes? Voltunk lelkesek? Oké. Szuper. Jó, tehát akkor megjártuk ezt, ugye, oda-vissza sokszor már, de közte is vannak hangulatok egyébként, sok-sok-sok hangulat, és hogy ezeknek mik a tulajdonságai, és mit várhat az ember olyan emberektől, akik bizonyos hangulaton vannak. Egyébként a hangulatnak van egy általános hangulat, ahol mindig az ember oda visszamegy, és vannak olyan hangulatok, ahol ugye feljebb tud menni az ember, lejjebb tud menni. Nyilván lefelé, rosszabb hangulatban sokkal könnyebben kerülünk, mint jó hangulatban sajnos. Tehát a hangulatok egy olyan terület, ahol megérti az ember a saját működését, megérti mások működését, és képes arra, hogy előre felmérje, hogy mi várható egy embertől, amikor ő bizonyos hangulaton működik, és azt is megtanuljuk, hogy hogyan lehet valakit irányítani azzal, hogyha ismerjük a saját hangulatát. Hát mi az, hogy irányítás? Hogy azt csinálja, amit szeretnénk. Jó? Tehát erre is megvan a megoldás. Tehát magának a hangulatoknak az ismeretével arra is fény derül mindenki számára, hogy mennyivel jobb jó hangulatúnak lenni, mennyivel jobban megéri jó hangulatúnak lenni, mint esetleg egy kicsit rosszabb, vagy akár sokkal rosszabb hangulatúnak. Tehát aki ismeri ezeket a tulajdonságokat, az képes arra, hogy felismerje őket, de ez is alaptudás. Tehát ha enélkül, ha ő nem tudja a hangulatokhoz tartozó tulajdonságokat, és nem tudja azt, hogy milyenné válik az ember, mikor mondjuk bizonyos hangulatba jut, akkor hiába tanul az életében bármit, ha egyszer rossz hangulatba kerül, a tudását nem fogja tudni alkalmazni. Most ne szakmai tudásra gondoljon, jó? Tehát most nem szakmai tudás, hogy mit tudom én, hogy kell megszerelni mondjuk az óraszerelőnek az órát, vagy a villanyszerelőnek a villanyt, vagy hogy kell egy könyvelőnek összeadni a számokat. Ne ilyen tudásra gondoljon. Olyan tudásra, hogy hogyan bánjon mondjuk a párjával, hogyan bánjon mondjuk a szüleivel, hogyan bánjon mondjuk a gyerekével, jó? Hogyan oldja meg a problémáját, hogyan jöjjön rá a probléma okaira, az ilyen jellegű tudásokat veszíti el. Oké? Okay? Vagy például az olyan jellegét, hogy hogyan bánjon a főnökével, hogyan bánjon a beosztottjaival, hogyan bánjon általában az emberekkel, hogyan bánjon önmagával,
Tehát ami az élettel és az ember működésével kapcsolatos, azokat fogja elveszíteni, ha ezt az öt tudást, öt alaptudást nem ismeri. Tehát bármi más tanulhat, így fog hullámozni. Jó, ez még csak három volt, nézzük meg a negyedik. Képes, a coach képes hatékonyan tanulni, és használni is azt, amit tanul, illetve másoknak is segíteni abban. Tehát képes hatékonyan tanulni. Miért fontos, hogy hatékonyan tanuljunk? A hatékony tanulás azt jelenti, hogy képes vagyok használni azt, amit tanultam. Bármilyen körülmények között. Ezt jelenti. Tehát nem veszítem el a tudásomat. És azért veszítik el az emberek a tudásukat, csináltak ebben a kapcsolatban egy felmérést, képzeljék el, érettségizők, éppen most időszak, vizsgáztak, leérettségiztek, és utána visszahívták őket, két hét múlva, és azt mondták, hogy nem érvényes az érettségi, váratlanul, már nem tudtak készülni rá, két hét múlva visszahívták őket, hogy jó, akkor most újból le kell tenni az érettségit, csak egy kísérlet volt, csak a vizsgázók nem tudták. Képzeljék el, több mint kétharmada megbukott azok közül, aki mind átment. Két hétig sem maradt meg a fejükben az, amit tanultak. Két hétig. Hát milyen tanulás az? Hát az magolás, az nem tanulás. A tanulás az, amit ön bármi megtanul, azt nem felejti el. Nem felejti. Még akkor sem, ha nem használja. Amit a biciklizés. Azt is jól megtanulja az ember, azt se lehet elfelejteni. Jó? Tehát lényeg az, hogy a tanulásnak vannak akadályai. Ha ezeket az akadályokat az ember nem képes legyőzni, és úgy tanul, hogy nem figyel ezekre az akadályokra, akkor nem képes hatékonyan tanulni. Tehát bármit lehet tanulni, ha nem hatékony a tanulás, vissza fog az ember esni. Nézzük meg az ötödiket. Képes felismerni a környezetében lévő elnyomókat és az elnyomást, továbbá tud segíteni ebben másoknak is, képes magából és másokból a legjobbat kihozni. Ez mit jelent, hogy elnyomó? Úgy hívjuk, hogy antiszociális emberek, azok az elnyomók, minden ötödik ilyen indítatású, és minden 25. keményen aktív elnyomó a Földön. Tehát minden ötödik ember elnyomóként üzemel. Az elnyomó azt jelenti, hogy a saját túlélése érdekében másokat kisebbít, másokat elnyom a környezetében lévő embereket. Tehát azt hiszi, hogy más az ártalmára van, és ezért elnyomja őket. Na most, ha az ember nem képes felismerni a környezetében lévő elnyomót, tanulhat akármit az életében, állandóan vissza fog esni, amikor az elnyomó ott van a környezetében. Tehát egyszerűen az elnyomót fel kell tudni ismerni, és semlegesíteni kell tudni. És ezt megtanuljuk. Hát ezek mind ilyen 6-8 órás képzések általában legalább. Jó, hát a tanulás az egy kicsit hosszabb, meg majd lesz még olyan képzés, amit. Tehát ez az öt az alapképzés, ha bárhol bármit tanul az élettel kapcsolatban, az lehet személyiségfejlesztés, vagy valami hasonló. Ha ebből az ötöt nem tanulta meg, akkor gyakorlatilag az olyan, mint a falra hánk borsó. Az szépen onnan le fog peregni. Na nézzük meg, mit tud még a coach. A coach képes problémát megelőzni és megoldani. Tehát problémát megelőzni és megoldani. Ismeri az élettörvényeket, és ezáltal a problémák okait és a megoldásokat is tudja. Tehát az, hogy valaki megelőzze a problémáit, az ugye elég fontos. De az is fontos, hogyha már van problémánk, akkor tudjuk, mi az oka, meg az is fontos, hogy meg is tudjuk oldani. Jó? A coach erre képes.
A coach képes minden helyzetben a sikerhez vezető cselekedetekre, és ebben másoknak is a segítségre tud jutni. Tehát a sikernek vannak élettörvényei, pontos szabályok, amire az ember figyel, betartja, akkor onnantól kezdve egyszerűen elindul a siker felé. Ha ezeket nem tartja be, akkor kakuk marci. De ez mind az alapokra rakódik. Tehát ha a tanulás, a fejlődés, az emberi fejlődés, az olyan, mint a házépítés. Próbáljon futó homokra házat építeni. Ha nincs biztos alap, vagy egy alap nélküli házat felépíteni. Ha nincs biztos alap, az a ház gyönyörűen össze fog dőlni. Ha valami, mint ha jön egy kisebb vihar, puf, összedől. Tehát az alapok megvolt, az első, és utána jöhet a felépítmény. A coach ismeri az emberi hangulatokhoz tartozó tulajdonságokat. Erről már beszéltem, ez nem értem, miért van itt. Na mindegy. Képes hatékonyan, ez is volt. Ja, itt még egyszer van, de jó. Nem értem, na mindegy. Kicsit most szaladtunk előre. Ez is volt, igen. Igen, na innentől kezdődik, az az egy oldal valahogy belekerült, majd következőbe kijön. Ismeri a saját személyiségét, erősségeit és hibáit. Képes a hibáit legyőzni, illetve kijavítani. Hát az, hogy ki milyen személyiségű ember, az elég fontos, hogy tudjuk, hogy mik a hibáink, mik az erősségeink, az is fontos. Még ilyen egyszerű dolgokat sem tudnak, ilyen alapvető dolgokat sem sajnos általában az emberek. Felismeri mások személyiségét, igen, és tud segíteni másoknak a személyiségükből fakadó hibák kijavításában. Ja, ez egy gondolat, csak itt ketté lett bontva. Ismeri a saját és másik neműek jellemző tulajdonságait. Ja, itt innen indult volna ugye a második. A coach ismeri a másik neműek jellemző tulajdonságait. Tehát mi az, hogy másik neműek? Hát a férfiak tudják, hogy a nőkkel hogy kell bánni. A nők pedig tudják, hogy a férfiakkal hogy kell bánni. Egy coach ezt tudja, sőt, tud ebben segíteni. Igen, hát ez innen tartozik, ez az ismeri, és a képes helyesen bánni párjával, és tartós, továbbá hosszú távú kapcsolatot kialakítani. Ezekben segítségére tud lenni másoknak is. Nem tudom, a párkapcsolat kérdés, ez fontos az ember életében vajon? Tehát, hogy helyesen tudjunk bánni a párunkat. Fontos? Hát igen. Ez egyébként nagyon jó téma. A párkapcsolaton mindig olyan jókat szoktunk derülni, amikor párkapcsolati képzés van. Talán az a legvidámabb téma. Komolyan. Mert az ember észbe kap, hogy ó, Istenem, micsoda hülyeségeket csináltam. Csak olyan jókat lehet rajta derülni. Képes tartósan, egészségesen élni az életét, és ebben segíteni tud másoknak is. Tehát az, hogy egészségesen éljük, az nem a véletlen műve. Az ember képes legyen arra, hogy egészségesen élj, és a coach az éljen, és a coach képesre. Képes a gyerekeiket úgy nevelni, hogy a család és a társadalom hasznos tagjává váljanak, tovább ebben segítségére tud lenni másoknak is. Tehát az, hogy a gyerekeinket jól neveljük, vagy ha majd lesznek unokáink, jól neveljük, vagy már van, akinek van, jól neveljük, az fontos az életünkben? Igen. Hát hogyne? Függ attól, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogyha jól neveltek a gyerekeink? Hát hogyne? A szülővel tartósan képes olyan viszonyt fenntartani, tehát a coach a szüleivel tartósan képes olyan viszonyt fenntartani, ami mindkét fél előnyét szolgálja, tud ebben másoknak is segíteni. Ismeri és alkalmazza a boldogsághoz vezető szabályokat. A boldogságnak is megvannak,
Tehát a siker meg a boldogság az nem ugyanaz. Ez két külön téma, és két külön nagy téma. A boldogságnak is vannak szabályai, élettörvényei, ezeket a szabályokat ismeri, és egyre boldogabban éli az életét, tehát képes elrakódj, és ebben segíteni tud másoknak is. Képes célokat kitűzni, megvalósítani, tovább ebben tud másoknak is segíteni. A legtöbb ember még odáig eljut, hogy képes célokat kitűzni, de azt nem tudja, hogy hogy jusson el oda. Pedig ennek konkrét szabályai vannak, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az ember megvalósítsa a céljait. Felismeri azokat a fejlődési, illetve visszafejlődési állapotokat, amiben egy illető vagy egy vállalkozás van. És képes a fejlődés, ez megint egybe tartozik, képes a fejlődés útjára lépni, és ebben másoknak is tud segíteni. Tehát az, hogy bárki képes legyen fejlődni, az vajon fontos-e az életünkben? Én úgy gondolom, hogy igen. Minden helyzetben képes az eredményes kommunikációra, és ebben segíteni tud másoknak is. Éppen ugye most van a kommunikációs képzésünk, mert hát egy-három órába, vagy egy 6 órába, vagy egy 7 órába nem tud beleférni. A kommunikáció az minden helyzetet felold, vagy minden, szinte minden problémának az előidézője. Tehát a helytelen kommunikáció. Jó? Tehát ha helyesen kommunikál az ember, akkor nem idéz elő problémákat, sőt, meg tudja oldani a problémákat, és el tudja érni azt, amit szeretne, hiszen bármit az ember, amit szeretne elérni, kommunikáció nélkül gyakorlatilag lehetetlen. Helyes kommunikáció nélkül lehetetlen. Na nézzük tovább. Eredményesen kezeli a kócsa pénzügyeit, és másoknak is segíteni tud ebben. Tehát az, hogy eredményesen legyenek a pénzügyeink, ugye ez is fontos kérdés. Helyesen és eredményesen bánik az emberekkel, illetve másoknak is tud a kócs segíteni ebben. A kócs képes másokat megérteni, úgy viszonyulni másokhoz, hogy jó viszonyba kerüljön az emberekkel, illetve maradjon az emberekkel. Tovább ebben tud segíteni másoknak is. Ugye most a 15. oldalon járunk, mondom az interneten lévőknek, rá tud jönni a konfliktusok tényleges okára, képes konfliktusokat elsimítani. Tehát a konfliktusok gyakorlatilag majdnem mindegyike egy bizonyos ok miatt jön létre. És ezt az okot az emberek nem tudják, és ha nem tudják megtalálni ezt az okot, tehát azt gondolja az ember, hogy egy konfliktus az kismillió okból jöhet létre. Nem. Az esetek több mint 90%-ában egy bizonyos okból jön létre. És azt pedig úgy hívják, hogy harmadik személy. Magyarul a konfliktust egy harmadik személy okozza, vagy tartja fenn. Amiről az a két fél nem tudja, hogy az a harmadik személy az a konfliktus okozó vagy fenntartó. Mondom, a konfliktusok 90%-ában, tehát azt a, most arról a konfliktusról beszélek, ami tartósan fennmarad. Tehát nem arról, amit összevesztünk és kibékülünk, nem arról van szó, hanem arról, ami fennmarad konfliktus. Tehát egy konfliktust nem tudunk kommunikációval elrendezni, tudni, hogy ott van mögötte egy harmadik személy. És azt, hogy hogy találjuk meg ezt a harmadik személyt, az eléggé fontos. Csak mondok egy példát, van egy szabály, például egy élettörvény, hogy az ember a szüleivel például nem lehet tartósan konfliktusban. Mert ez megakadályozza a boldogulásban az életében. Ez egy szabály. Tehát, ha tartósan konfliktusban van az illető a szüleivel, akkor biztos, hogy nem fog tudni boldogulni, addig, míg konfliktusban van a szüleivel,
az életében az illető. Jó, de haladjunk tovább. Képes az emberek érdeklődését felkelteni a coach valami iránt. Ismerté tenni valamit képes, képes másoknak is segíteni abban, hogy erre mások is képesek legyenek. Képes arra a coach, hogy értékesítsen bármit, amit csak szeretne, mások segítségére is tud ebben lenni. Miért fontos ez? Ez az üzleti coach része egyébként, de nem csak ezért. Azért, mert jövedelem szempontjából a világon azok élnek a legjobban, általánosan, általában, azok élnek jobban, legjobban, akik erre képesek. Tehát akik erre képesek, azok sokkal jobban élnek anyagi szempontból, mint mások. De nyilván ahhoz, hogy mondjuk értékesíteni lehessen, ahhoz a mai világban, itt az utolsó is számít, hogy képes ismerté tenni, tehát magyarul fel tudja kelteni mások érdeklődését. Jó? Tehát az is fontos természetesen. Képes csapatot létrehozni a coach, vagy akár nagy hálózat létrehozására képes, és ebben segíteni tud másoknak is. Nyilvánvalóan feltűnt önöknek is, hogy aki több ember teljesítményéből részesedik, minél több ember teljesítményéből részesedik valaki, annál jobban él anyagi szempontból. Ez ilyen világ a Földön, minél több ember teljesítményéből képes valaki részesedni, annál jobb anyagi körülmények kezé tud kerülni. Tehát az, hogy valaki képes legyen csapatot létrehozni, vagy akár hálózatot létrehozni, az anyagi szempontjából eléggé fontos. Képes a coach embereket tartósan és sikeresen vezetni, úgy, hogy az a többség érdekeit szolgálja. Képes ebben mások segítségére lenni. Magyarországon gyakorlatilag pár száz coach van. 400 000-re lenne szükség. Mondom, pár száz coach van, 400 000-re lenne szükség. A világban összesen 47 000 coach van, 280 millióra lenne szükség. Akkor mennyire vagyunk valaminek az elején? Tehát a coachok, akik csak a saját maguk használják, és nem segítenek ezzel másokon, jobbá tudják tenni az életüket, ha segítenek másokat azzal a tudással, amivel rendelkeznek, akkor pedig még jobban élnek, nem csak boldogság szempontjából, hanem anyagi szempontból is. A coach az egyetlen szakma a világon, amit ha nem csinál valaki, akkor is rendbe teheti az életét, életének minden területét, erről az imént már beszéltem. Ez nem nagy képűség, hanem ez tény. Nálunk kizárólag olyan személyek tartják egyébként a képességfejlesztő coachingokat, tudásátadásokat, akik nem csak tanulták, hanem vállalkozói területen és a magánéletben is sikeresen alkalmazzák azt, amit tanítanak. Segítünk egyébként a vállalkozásoknak is, nem csak az egyéneknek, a vállalkozásoknak is, cégeknek, munkaadóknak, hogy kevesebb költséggel több bevételhez jussanak, és hatékonyabb alkalmazottakkal dolgozzanak. Minden normális, értelmes vállalkozó tudja azt, hogyha egy dolgozójának rendben van a háttere otthon, akkor sokkal jobb munkaerő. Tehát most képzelj el, ha egy dolgozónak rendben van a magánélete, akkor képes kétszeres teljesítményre. Mondom, kétszeres teljesítményre. Nem 5%-kal több teljesítményre, nem 10%-kal több teljesítményre, hanem 100%-kal több teljesítményre.
Mondjuk egy átlag ember, ugye a statisztikák szerint keres 140 ezer forint nettót. Mondjuk vegyük azt, hogy keres valaki 100 ezer forint nettót, az a munkaadónak 200-ba kerül cuzámbe. Ha a dolgozó kétszer annyit fog keresni, vagy nem, tehát mondjuk, és teljesít mondjuk a dolgozó 400 ezer forintot, csak most mondtam valamit. Tehát magyarul van a munkáltató mondjuk 200 ezer haszna a munkaadónak. Ha részt vesz a coachingjainkon, akkor képes lesz arra a dolgozó, hogy 800 ezeret teljesítsen, és mondjuk 400-ba kerüljön a munkáltatónak, de akkor is 400 lesz a haszna, és nem csak 200 a munkaadónak. És a dolgozó is kétszer annyit visz haza. Nem tudom, jó buli ez. Az állam is jobban jár, mert kétszer annyi járulékot kap, a dolgozó is jobban jár, mert kétszer annyi fizetést kap, a munkaadó is jobban jár, mert kétszer annyi haszna van a dolgozó. Hát ennél jobb lehetőség egy munkaadó számára nem lehet. Na nézzük tovább. Segítünk az üzletkötőknek, hálózatépítőknek, hogy a saját szakterületükön eredményes tevékenységet folytassanak, függetlenül attól, hogy ki melyik szervezetnél és hol tevékenykedik. Mi tényleges és egyedülálló tapasztalatok alapján segítünk ezen a területen. Miért tényleges? Képzeljék el, nagyon érdekes dolog, hogy magával a coach kifejezéssel 2 hónappal ezelőtt kezdtünk el barátkozni. Ugye 2 hónapja. És pár hete tudtuk meg azt, hogy az ELT-n mint szakmát kezdik el tanítani. És amikor megismerkedtünk ezzel a kifejezéssel, hogy coach, meg coaching, hát rögtön rádöbbentünk, hogy mi már ezt csináljuk 12 éve. Csak nem tudtuk, hogy coachnak hívják. Mi egy olyan területet csinálunk 12 éve, amit nem tudtunk, hogy csináljuk. Marha jó. De annyiból jó a dolog, hogy így ezáltal, mivel ez a szakma, most már tudjuk, hogy egy szakma, az egész gyorsan rendszerbe lehetett rakni. Egy tökéletes rendszerbe. És eddig nem volt rendszerbe, mert eddig nem szakmaként kezeltük ezt az egészet. Hanem csak úgy csináltuk. Én személyesen 15 éve tanulom a coach szakmát. 15 éve. 12 éve tanítom, coachingolok. És maga a cég pedig 14 éve tanít coachingokat. És ezt nem is tudtuk, hogy ez coach, meg coaching, amit csinálunk. Ez érdekes. Kicsit nevetséges, de hát ez van. Nem mindegy, hogy valamit úgy csinálunk, hogy hát csak úgy csinálunk, vagy úgy csinálunk, hogy ezt tudjuk egy szakma, és onnantól kezdve egy rendszer. Jó, és ezért egyedülálló a tapasztalat, hiszen sok-sok ezer coachingot csináltunk már. Sok ezer coachingot. Ezzel messze piacvezetők vagyunk itt Magyarországon. És ezt nem is tudtuk. Nem is tudtuk, hogy a coaching területén piacvezetők vagyunk. Fele tudta. Csak hirtelen rádöbbentünk erre a kérdésre. Segítjük a nagyobb eredményekre, könnyebb és boldogabb életre vágyókat. Hát nyilván mi úgy vagyunk, hogy keresünk olyan embereket, akik szeretnének eredményeket, könnyebb és boldogabb életet. Ennyi. Segíteni tudunk mindenkinek, akik szeretnének oda menni, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, azzal, akivel akarnak, és addig maradni, ameddig akarnak. Segíteni tudunk annak is, aki szeretné a képességfejlesztéseinket kedvezményesen igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy valaki, mondjuk az ismeretségi köréből hoz egy embert, akkor kap 33% kedvezményt. Ha hoz 2-t, akkor kap 66% kedvezményt. Ha hoz 3-at, akkor kap 100% kedvezményt. Ha hoz 4-et, akkor már jutalékot is kap. Egyszerű a dolog. Hoz mondjuk egy 50 fős céget, akkor lesz egy csomó jutaléka. És ugye úgy vannak a képességfejlesztések, a coachingok, hogy minden hónapi, havi
coaching után van jutalék. Ugyanolyan mértékű. Illetve van egy ilyen teljesítmény arányában való növekvény is, de arra most nem szeretnék beszélni. Cégekkel és egyénekkel a közös küldetésünk, hogy az emberek elérhessék a céljaikat, biztonságban, szeretetben, békében és boldogságban élhessék az életüket, amire az emberiség sok ezer éve vágyódik. Arra vágyódik az emberiség sok ezer éve, hogy biztonságban, szeretetben, békében és boldogságban élhessenek. És mi ezt nyújtjuk az embereknek. És ezt meg is csináljuk. Ez a 280 milliós piacból, mi egy ilyen, ugye ez egy jó nagy torta, mi egy ilyen jó nagy szeletet akarunk kihasítani. És ezt meg is fogjuk csinálni. Önnel vagy ön nélkül, hát ezt majd meglátjuk. Az összes részletet a mentora segítségével ismerheti meg természetesen. Ugye mondhatjuk azt, hogy segítője vagy vezetője a mentor. A legtöbb ember egyébként hisz abban, hogy nagyon sok emberen csak jó dolgokkal lehet segíteni, és nem úgy, hogy átverjük az embereket. Tehát ezért például pénzvisszafizetési garanciát is nyújtunk az embereknek, akik esetleg nem lennének elégedettek a képzéseinkkel. Nyilván a szabály.